felvettük a szükséges létszámot, a betanítás is megtörtént. Tehát ahogy a korlátozó intézkedések feloldásra kerülnek, lényegében másnap a nagy közönség igénybe tudja venni az uszodát. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkbe két olimpiai bajnokot, Vári Attila urat, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, és a Molnár Tamás olimpiai bajnokot, a Vízilabda Szövetség alelnökét, mert Szegedet nem kell bemutatni, hiszen szegedi büszkeségünk. Ők nem csak azért vannak jelen, mert nagyon érdekli elnök urat, alelnök urat, meg pláne, hogy milyen szép uszodában lehet, hogy vízilabdázni, meccseket tartani és edzéseket tartani, hanem azért is, mert természetesen ebben a rendkívüli helyzetben is szerettük volna méltóképpen megnyitni ezt az uszodát, úgyhogy a Vízilabda Szövetség nevében elnök úrnak ezzel kapcsolatban bejelenteni valója van. Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon boldog vagyok, hiszen egy ilyen gyönyörű, szép létesítmény felépült. Azt el tudom mondani, hiszen Molnár Tamás barátommal és a Vízilabda Szövetség alelnökével azért néztük meg, vagy nézzük meg a helyszínt, hiszen ezt a nagyon fontos bejelentést egy nemzetközileg is nagyon magasan jegyzett mérkőzés fogja megpecsételni, hiszen a magyar-szerb válogatott mérkőzést fogunk nem sokára itt láthatni, egyelőre csak televízió keretein belül, de ahogy polgármester úr fogalmazta, hogy igenis minél előbb reméljük, hogy nagy közönség előtt is be tudunk mutatkozni, és azt az ígéretet tettük Tamással, hogyha megnyílik a közönség előtt az uszoda, akkor természetesen újabb mérkőzéseket fogunk szervezni, hogy a szegediek is el tudjanak jönni és tudjanak szurkolni a válogatottnak. Annyit még azért hozzá szeretnék tenni, hogy mindig fontos, és ez nem csak vízilabda, a vízisportoknak, hogy ilyen lehetőséget kapnak, és legyenek büszkék arra, hogy ilyen szép létesítményük. Azt én a Tamás nevében, de nem akarom elvenni a szót, a Szegedi Vízilabda és a Magyar Vízilabda Szövetség nevében azt ki tudom jelenteni, hogy meg fogjuk tölteni tartalommal, minőségi tartalommal, mert a szegedi vízilabda mindig az egyik legmagasabb minőséget képviselte a vízilabda családban, és köszönöm azt, hogy ilyen régóta támogatják magát a vízilabda sportot és a lehetőségeket. Tehát azt el kell mondani, hogy ez nem csak a vízilabda vízilabdára, hiszen Czene Attila, Fodor Rajmond, Molnár Tamás, rengeteg jó sportoló nőtt itt föl, és remélem, hogy ez az uszoda több emberöltőre megoldja azt az utánpótlás bázis továbbvitelét, amivel mindig is rendelkezett Szeged város. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tamás? Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nem hiszem, hogy sok mindent a hivatalos részhez én hozzá szeretnék rakni, én csak személyes örömmel szeretném kifejezni, hogy hosszú évek, talán évtizedek óta a szegedi lakosság, a szegedi vízesport tényleg ennyiatt otthonra talált, ami remélem, hogy nagyon hosszú időre megalapozza azt a bázist, amiből a magyar úszó és vízilabda búvár úszó öttusa, hogyha valakit kiadtam, műugró, műúszó, tényleg óriási boldogság ez, sportágat a bázisát fogja jelenteni. Nem hangzott el konkrétan, gondolom nem árulok el nagy titkot, Attila említette a magyar-szerb meccset, ami február 20-án a ország nyilvánosság előtt tévé közvetítése fog zajlani, és az azt megelőző héten a magyar és a szerb válogatott közös edzőtábor töltét, és valószínűleg a magyar junior válogatott is. Magyar junior válogatottnak is lesz lehetősége kipróbálni ezt a fantasztikus létesítményt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és ugye a sikeres műszaki átadás átvétel azt jelenti, hogy a végleges üzemeltetőjéhez is átkerült az uszoda, úgyhogy szeretném bemutatni dr. Nagy Katalint, az önkormányzati cégünk igazgatóját, aki most már ugye üzemeltetőként fog vezényelni bennünket a bejáráson. Szeretném elmondani, hogy a hétfőn aláírtam és kihirdettem Szegedváros 2021-es önkormányzati költségvetését. Az uszoda önkormányzati fenntartásban működik, ugye a cég fogja ezt a munkát végezni, és a működtetéséhez szükséges közel 400 millió forintot biztosítottuk a városi költségvetésben, tehát ebből a szempontból is szépen és biztonságosan tudjuk a létesítményt megnyitni. Hát ezt tagadhatatlanul el van cseszre, hogy rád néznek. Mit mondjak az észre, hogy ezt